2023. Június 2. A könyvesbolt nagy része sötétségbe borult. A helyiség közepén csak egy sárgás fénykör maradt megvilágítva. A fénykörben álló, kicsi dohányzó asztalnál egy deresedő halántékú, George Michael szakállas férfi ült fekete öltönyben. A férfi, a horroríró, egy darabig fészkelődött, majd zavart mosolyal az arcán belekezdett az altapesti programba. Jó estét kívánok mindenkinek! A nevem Mike Ford, és horror történeteket írok. Örülök, hogy a késői időpont ellenére ilyen sokan el tudtak jönni ma. Nem szeretem író-olvasó találkozónak hívni az ilyesfajta eseményeket, mert önök között is lehetnek írók, meg én is szoktam olvasni. Maradjunk inkább a felolvasó esnél, hiszen azért jöttünk itt össze, hogy felolvassak önöknek pár részletet az új regényemből. Nem igaz? Először is beszélni szeretnék pár szót a regényről. Tudják, vannak olyan könyvek, amelyek segítenek, hogy teljesebb, sikeresebb, boldogabb életet éljenek az olvasóik. Nevezzük ezeket most az egyszerűség kedvéért önsegítő könyveknek. Az új regényem, melynek a címe Az utolsó szörnyeteg, az önsegítő könyvek totális ellentéte. Amíg azok felemelnek és a káros belső hiedelmek ellen dolgoznak, addig az én regényem lehúz, boldogtalanná tesz, és gyakorlatilag káros belső hiedelmeket okoz, azokat gyarapítja, fokozza. Hogy mik azok a káros belső hiedelmek? Hát a tudatunk mélyén megbúvó olyan, általában meg nem fogalmazott gondolatok, mint például az ez nem fog nekem menni, vagy nem vagyok elég jó, vagy hogy nekem semmi sem sikerül. Szóval ezek az önmagunk számára hátramozdító belső hangok. Az én könyvem pont ilyeneket keletkeztet az olvasójában. Hogy miből gondolom ezt? Nos, az elmélet és a gyakorlat egyaránt ezt igazolja. Az elméleti oldal az, hogy direkt így ilyennek írtam meg ezt a regényt. Tanulmányoztam számtalan önsegítő könyvet, azok elveit, a visszájára fordítottam, adtam hozzá egy jól illeszkedő történetet, és így született az utolsó szörnyeteg. A regény története kifejezi, hogy mit gondolok a káros belső hiedelmek, hosszú távú egészségügyi hatásairól, és itt jön a képbe a gyakorlat. A gyakorlati oldal ugyanis az, hogy a regény eredeti kéziratát eddig két ember olvasta el teljes egészében, és mindkettő megbetegedett, majd meghalt. A két ember, aki elolvasta a kéziratot, a szerkesztőm és a feleségem. A szerkesztőm a könyv elolvasását követő 3 hónap múlva tüdőrákban elhunyt, a feleségem pedig sztrókot kapott, aztán öngyilkos lett. Biztos vagyok benne, hogy ezek a tragikus események nem véletlenül történtek. Mindezek miatt én beleraktam egy figyelmeztetést a könyvbe, miszerint nem ajánlom senki számára, hogy teljes egészében elolvassa. Olvassanak belőle részleteket, de az egészet soha senki. Különösen a történet végével kell vigyázni. Ha az olvasó azt kihagyja, akkor hitem szerint nem esik semmi baja. A sztori vége az, ami ténylegesen földhöz csapja az ember tudatát. Tudom, ezek alapján számos kérdés merült fel önökben. Ez természetes. Miért adtam ki a könyvet, ha ennyi tragédia fűződik hozzá? Miért szabadítok a világra egy kifejezetten veszélyes alkotást? Azt szeretném, ha még gyűjtenék és érlelnék magukban ezeket a kérdéseket, és majd akkor tennék fel őket, ha felolvastam a regény egyik részletét. Ugye jó lesz így? Köszönöm a türelmüket. Akkor engedelmükkel kezdem is. 9. fejezet. Közbelépés. Dave nagyon kínosnak érezte az egész helyzetet. Úgy tűnt, hogy a felesége és a sógora hülyének nézi őt. Persze hihetetlen volt az, amit mondott, de ő maga pontosan tudta, hogy ez az igazság. És nagyon szerette volna, ha a többiek is felfogják és elhiszik az egészet. Drágám, ezt te se gondolod komolyan, kezdte Lorna. Ugye hallod magadat? Amit elmondasz, az egy őrült összeesküvés elméletnek vagy egy B-kategóriás horrornak tűnik. Szeretlek és támogatlak, de nem akarom, hogy a férjem ilyen szektás nézeteket valljon. Egy olyan természet feletti lény, ami már az ősidék óta embereket tart félelemben és ebből nyeri az erejét? Mi ez, maga az ördög? Nem ördög, szörnyeteg, magyarázta elszántan Dave. Régebben rengeteg ilyen félelem evő szörnyeteg volt, de most már csak egy maradt. Ez az utolsó. Mindegyik szörnyetegnek megvolt a maga eszköze a félelemkeltésre,
de a legtöbb ilyen eszköz nem állta ki az idők próbáját. Az állatok szörnyei már elvesztették a hatalmukat. Az emberek a fegyvereik miatt már biztonságban érzik magukat. A vadállatok nagy része kipusztult vagy állatkertben van. A természeti erők szörnyetegeitől immár nem félünk. A tüzeket megállítják a tűzoltók, a tornádók ellen bunkerekbe vonulunk és így tovább. Csak az utolsó szörny fegyvere maradt hatékony. És ez a fegyver a betegség. Ettől még fél az emberiség. Persze nem minden betegségtől, csak az olyanoktól, mint a rák. És mégis hogyan kell elképzelni ezt a félelem evést? Kérdezte Lee. Mérnökként természetesen meg akarta érteni a dolog működését. Ő a testvérével ellentétben nem csak a szívével állt ellen annak, amit Dave elmondott, hanem az eszével is. Ezt úgy tudnám neked elmagyarázni, hogy ezen a ponton heves köhögés roham kapta el Dave-et. Szóval a dolog úgy működik, hogy megint köhögés, ezúttal vér csillant, a szája elé kapott tenyerében. Dave megdöbbent. Nem hitte volna, de... A mozdulóhoz elcsuklott, és ugató hangok közötti kezdett. Az előtte lévő asztalról felvett egy pohár ásványvizet, és ivott néhány kortyot. Megkönnyebbülten folytatta a felolvasást. Nem hitte volna, de megtörtént. Közbelépett. Nem hagyja elmondani, kiáltott fel Dave harákolva. Hogy micsoda? Tátotta el a száját Lorna. Kilépett közbe, tette fel a logikus kérdést Lee. Ő mutatott valahová felfelé és hátra Dave. Az utolsó szörnyet. A férfi szavai érthetetlen köhögésbe és hörgésbe fulladtak. Lorna riadt tekintettel ugrott közelebb a férjéhez. Dave szeme fennakadt, a fejét hátra csapta, és véres, habot bugyborékolva hátra esett a székével. Lorna utána kapott, de nem tudta megtartani a súlyát, így a férfi elterült a konyha padlóján. Továbbra is öntudatlanul hörgött. Rohama van, hívd a mentőket, kiáltotta Lee, és gyorsan stabil oldalfekvésbe rendezte az összerogyott Dave tagjait. Lorna zoko... A koronírom megint köhögött, ám elúgta annyira, hogy alig kapott levegőt. Ismét hívott, de ez most nem hallott. A férfi csak köhögött és köhögött, rihálva tette a levegőt. A háta megtörtént. A feje egyre mélyebbre ereszkedett, mikor végül felnézett, a szeme vérben forgott, és eszelős vigyor virított a képen. Kérem, kérem, nyugodjanak meg! Be kell vallanom valamit. Amit az elmúlt 20 percben mondtam, az csupán vicc volt. Egy előadás része. Természetesen senki sem halt meg, aki elolvasta a könyvemet. A regény egy teljesen hétköznapi horror történet, némi drámai felhanggal. Nincs benne semmi természet feletti. Nyugodtan olvassák el. Ha tetszett önöknek a felolvasóest, ez a kicsit rendhagyó promóciós előadás, amit a regény népszerűsítésére kieszeltem, és esetleg felkeltette az érdeklődésüket az írásom kapcsán, akkor kérem, hogy vegyék meg a könyvemet, ami a kiáratnál dedikált formában is kapható. Most pedig szívesen válaszolok a kérdéseikre. Mike Ford 2023. júniusa és szeptembere között 34 amerikai helyszínen tartott felolvasó estet. Az utolsó szörnyetek című szerzői kiadások könyve a helyszínen történő értékesítés során 1572 példányban kelt el. Azok az emberek, akik részt vettek Mike Ford felolvasó estjén, hogy elolvasták a regényét, 97%-os valószínűséggel 3 hónapon belül daganatos, illetve szív- és érrendszeri betegségben elhúztak. A maradék 3% öngyilkos lett. Mike Ford holléte 2023. szeptember vége óta ismeretlen. A 2023. június 2-ai felolvasó estjéről készült felvétel vírusként terjed a videó megosztó oldalakon, több százezer áldozat.